Kinyílik a kipárnázott ajtó, és így kidől a jazz. Automatikusan elindul egy hatósági eljárás. Tehát nem csak a kis üzem működik itt a 7. kerület közepén. Azért a Buli negyed részben elveszítette ezt az originális jellegét. Nekem ez fontos, otthonszerű. Bevonták ennek a mögöttem lévő helynek és még egy körúti kocsmának az éjfél utáni nyitvatartási engedélyét. A minap megjelent egy cikk a Telexen, amelyik arról szólt, hogy Szegléden egy lakótelep közepén fociztak a gyerekek. Kettő, azaz kettő lakó ezt nem bírta elviselni. Elérte azt, hogy nem egyszerűen megtiltsa a bíróság a gyerekeknek a focizást, hanem le is kell bontani a focipályát, illetve annak a kerítését. Látszólag nagyon más, sokkal egyértelműbb, sokkal elítélendőbb, mint az, ami a főváros 7. kerületében és a kisüzem körül zajlik, mert hát hiszen kocsmákról van szó, randalírozó turistákról, hajnalig fellévő fiatalokról. Valójában a két eset az nagyjából ugyanaz. A minden létező világnézeten és programon átütő örök magyar rendpártiság. 12 év után elvesztettük az éjszakai nyitvatartási engedélyünkkel. Hát, hogy sajnálom a kis üzemet, hogy nem tudom, hogyan fogalmaztam, de valahogy így. Amit még felleveztünk, majd kérdés nélkül elutasított a kerületi testületi ülés december végén. Ismerem a léha, most idézem, művészközeget, én egy ilyenben nőttem fel. Mindenki, aki utálja Semmilyen Zsoltot, az szavazzon ránk, hogy cserébe megcsináljuk itt nekik helyben a KDNP-t. Abban a szándékkal jöttünk létre 2011-ben, hogy egy sajátos kulturális misszióval rendelkező helyet üzemeltessünk, kiállításokkal, koncertekkel. Hogy hát ez egy ilyen kulturális műhely is, tehát ez nem egyszerűen egy, már bocsánat a kifejezésére, egy kocsma. Úgy is szoktak mondani, hogy kb. A munkahelyem, vagy így egy ilyen irodám, mint szoktak röhögni ezen. Rátabban lejövök írni ide, szóval itt megkajálok, hiszem 8 kávét, és közben írom a dolgaimat, és ez itt nekem, nem tudom, már úgy 10 éves csinálom, szóval nekem ez nagyon bevált. Amivel én egyet tudok érteni, az nyilván az, hogy lakóként ez tud borzalmasan idegesítő lenni, amikor éjszaka aludnál, és közben üvöltöznek az utcán az emberek, meg részegek, meg reggel, amikor elindulsz a gyerekkel iskolába, óvodába, akkor össze van hányva a járda. De hát ez mondjuk minden nagyvárosban ez létező probléma, és érdekes módon meg tudják oldani a városvezetés úgy, hogy egymás mellett tudjon élni ez a két életforma. Nekem az nagyon jó van a helyben, hogy talán ez a fő helye annak, amikor a színész végez az előadással, mindannyian végeztünk a forgatással, és ugye este 10 után hova tudsz bőnön, nem őrülsz meg a zenétől, ahol meg tudsz inni egy sört, tudsz beszélgetni, filmterveket átvenni, megbeszélni az aznapi forgatottat, a színésszel milyen volt a főpróbája, nekem az a kis üzem. És hát nem lesne jó, hogyha benne vagyok a közepében egy filmtervnek, és akkor leülünk, beszélgetünk, és akkor hello. Tehát egyszerűen valahogy az éjfél nekem emiatt egy ilyen nagyon furcsa dolog. Talán én többször voltam itt éjfél után, mint éjfél előtt. Persze nem gondoljuk, hogy mi lennénk a kerületnek a fekete báránya. Sokkal problémásabb helyek vannak. A kulturális hozzáadott érték az egy fontos kérdés egyébként, és kifejezetten prioritása a kerületnek. Ez az épület maga, ez 1895-ben épült. Körülbelül azzal egy időben, amikor a szomszédos tömbbe a Krúdi Gyula először tette be a lábát. A kisüzem alapvetően nem egy szórakozó hely a szó szoros értelmében. Végképp nem zenés-táncos szórakozó hely. Sok olyan lakó van ezekben a belső erzsébetvárosi utcákban, akik a biztonsági érzetüket vesztették el. Biztos, hogy nagyon érzékenyen fog a helyet érinteni. Liberális, progresszív, bárminek nevezhetjük önkormányzat az, amelyik rendpárti módon lép fel egy ilyen helyel kapcsolatban. Liberálisnak gondolom magam. Ez azt jelenti, hogy normatív szabályozást kell alkossunk. Tehát egy olyan szabályozást, amelyik nincs és nem lehet arra tekintettel, hogy az illető vendéglátó egységnek kik a vendégei vagy a törzs vendégei. Hello. Külföldről akár világsztárok itt forgatnak, ők is látogatják ezt a helyet.
És a teljesség igénye nélkül én konkrétan, amikor forgattam egy világsztárral, és a Jennifer Lawrence-el, és akkor éppen a Darren Aronofsky filmrendező volt az ő barátja, ő is idejött. Járt itt az Oscar Isaac, amikor itt forgatott, járt itt a Dakota Fanning, amikor itt forgatott. Tehát ez egy olyan hely, ami benne van a köztudatban. Nem egy stábbulink volt itt. Igen. Az mondjuk nem annyira a kultúra része, mint inkább ami a kultúra után jön, de hát ez is a kultúra része, ami a kultúra után jön. Tehát, hogy mi nem 9-to-5 életet élünk, és kell egy ilyen hely. Például itt egy vásártér volt az 1838-as nagy árvizet követően, és a liba árusok a tanácshoz kérvénnyel fordultak, hogy engedjék meg nekik az estvelig való liba árusítást. De most ez egy elég hangos tevékenység volt. A tér túlsó felén, ha most itt elnézünk arra, egy lovarda állt, azt is nagyjából el tudja képzelni mindenki, hogy az milyen hangelővel bírt, miközben itt lakások voltak és emberek éltek. Nagyon sokan eleve színház, egyéb kulturális esemény után térnek be, hogy beszélgessenek. Mondhatjuk, hogy egyedülálló. A dolgok mostani állása szerint így meglehetősen nagy jutó maga után vagyunk. I feel your pain. Összerült a Covid-nak a másfél éve, gyakorlatilag másfél évben volt 9 vagy 10 hónap, amikor nem voltunk egyáltalán nyitva, és miután megint ki tudtunk nyitni, akkor indult be az évente megújítandó évfélen túli engedélynek a feltételrendszere. Egészen 2019. novemberéig még csak kísérlet sem történt a szabályozásra. És bizony most úgy van, hogy mostanra ezen a földrajzilag is szűk területen, ami Belső Erzsébetváros, nagyon sokféle probléma koncentrálódott. Többek között ez a helyzet a túlszabályozásból állt elő. Abból, hogy másik kerületek elkezdtek szabályozni, és ebben egyetértünk, hogy összeszorítottak nagyjából mindent ebbe a kevesebb, mint fél négyzetkilométernyi területbe. Kifejezetten azt akartuk elérni, hogy onnantól, hogy az önkormányzat eleget tesz a rendelet alkotási kötelezettségének, onnantól kezdve az egy automatizmus legyen, és abba a politikus többet ne szóljon bele, hogy az a rendelet hogyan van végrehajtva. A közterületen való rendfenntartás az a rendőrségnek a dolga. Alufólias is csak azt mondani, hogy a belvárosokban elérhető az, hogy nincsen ilyen élet. Ez a kompromisszum, ez a közmegegyezés, hogy aki szereti a nyüzsgést, az jön a belvárosba, költözik a színház, a mozi, a vendéglátóhely mellé, aki meg ezt nem szereti, amit én messze menőkig tiszteletben tartok, az megy egy kicsit kijebb, és nem igaz az, hogy ezeknek a lakásoknak a vendéglátóhelyekkel csökkent volna a fajlagos négyzetméter ára, mert emelkedett, radikálisan emelkedett a mai napig. Itt tényleg tudom, hogy mennyi idő alatt kell el például a mi házunkban egy lakás. Tudjuk, hogy a magyar társadalomnak az egyik lényegi problémája az a mindenféle fajta értelembe vett mobilitás hiánya. Tehát az nem realisztikus elképzelés azt mondani, hogy aki nem szeret a Kisdiófa, Nagydiófa, Kazinci utcában lakni, az költözzön ki. És ez mennyiben reális azt mondani, aki közvetlen alkalmazottként, kidobóként, beszállítóként, húsfeldolgozóként, szállástulajdonosként, taxisként, idegenvezetőként, kultúrosként ebből él? Az mennyiben reális azt mondani, hogy akkor innentől menjetek el Péknek, igaz, hogy a kenyeret nem tudjuk, hogy ki fogja tudni megvenni, amit előgyártunk. Persze, ez egy nagyon fontos dolog látni, hogy ez egy sokak számára egy munkahely. Nem véletlenül mondom azt, hogy nem lehet, és nem is vetődik föl az, hogy akkor a Buli negyedet számoljuk föl, sóval hintsuk be a területét. Az éjféli záróra az ezt jelenti? Az éjféli záróra alól van kibúvó. A kibúvó, van kritériumrendszer. Néhol abszurdba hajló követelményeket támaszt, hogy az összes nyári, tehát májustól szeptemberig, amikor annak érdekében, hogy ne fulladjanak benne meg az emberek, nyitott ablakokkal operál a hely legalább a nappali órákban, sem nappal, se este nem lehet háttérzenét szolgáltatni. Hát megpróbáltunk alkalmazkodni így az új feltételekhez. De ezeket mind teljesítettétek, és mégis bezárnak. Teljesítettük, ugyanakkor kénytelenek voltunk lemondani így az addig rendszeres csütörtök esti jazzkoncertekről. Az erkölcsösi életnek a méteje ezek szerint a csütörtöki jazzkoncert. Hangulatgyilkos intézkedések vannak,
belementünk ebbe, úgy érzük, hogy próbáltunk folyamatosan jutni az önkormányzattal. Nem életszerű az, hogy egy vendéglátó helyre bármelyik gyalogos be tud menni a mellékhelyiségbe, mindegyikbe, mert nem biztos, hogy bírja azt a kapacitást. Nem életszerű az, hogy semmilyen zene nem szólhat abban az esetben, ha éjfél után tartok nyitva, már éjfél előtt sem. Repohár intézményét sem találtuk ki, ez is egy kötelezően vállalandó feltétele volt az étrendtől engedélynek. Aztán később ez volt az egyik olyan dolog, amit ellenünk használtak fel, mint bizonyító erő. Egy-két korábbi itt az utcákban környezőleg, ahol így azt gondoltuk, hogy az a törzs, és mindig rá kell jönnünk, hogy nem, a törzs helyek is üzem. Mindig bejön valaki, akkor az le tud téríteni a pályáról, az tök jó. Szóval nekem ez egy olyan hely, ahol pont annyi véletlen történik, amennyi a munkámhoz kell. Tehát egy olyan rétegről beszélünk, akik igazából egy eszme miatt járnak ide, vagy egy olyan helyre jönnek le, ahol akkor is tudnak valakivel beszélgetni, akkor is tudnak eszmét cserélni, amikor esetleg nem beszélték meg a haverokkal otthon, hogy ma este elmegyünk inni. Furcsa emberek, pont olyan furcsa emberek, amik nekem az én típusom. Én is egy furcsa ember vagyok, gondolom, ha valaki mondaná, hogy kik vannak itt, akkor én lennék a furcsa ember. Inspirál a hely. Odafigyelnek arra, hogy ez egy inspiráló hely legyen. Kevés ilyen van szerintem, és ráadásul furán érzi magát szerintem itt egy turista kicsit, mert annyira sok a magyar művész vendég. Normatív rendelet ide, normatív szabályozás amoda. Van egy helyzet, aminek a vége az, hogy a kisüzemnek kell bezárni, és a üvegdobáló turista helyeknek a Kossuth-udvarban pedig nem. Semmiféle szándék nem volt az ilyenfajta megkülönböztetésben. Itt nagyon végletek és érdekek találkoznak. De hát mindenkinek tetszeni nem lehet. Ne. Momentán az történik, hogy a rendpárti igények elkezdtek kielégítésre kerülni, nyilvánvalóan az ő vágyaikhoz mérten meglehetősen kevéssé, a másik igények pedig elkezdtek lefaragásra kerülni, tehát hogy azokat az igényekkel szemben politizál a hetedik kerület. Nagyjából szélsőséges igények vannak, amiknek az egyszerre történő kielégítése lehetetlen. Ez egy kompromisszum abból áll, hogy mind a két fél boldogtalan a végén. Gyakorlatilag azt próbálták ránk bizonyítani, hogy mi nem teszünk eleget a vállalt kötelezettségeknek, az, hogy finoman fogalmazzak, minimum kifogásolható volt. A közterület felügyelet több ízben kijött, és távolról készített nagytotál felvételekkel próbálta azt bizonyítani, hogy itt tömegek gyűlnek a hely előtt, tömegnek az értelmezése nélkül, a vendég szó értelmezése nélkül. Mi az a megoldás, amivel el lehet érni azt, hogy ne érkezzen két naponta feljelentés? Egy jobboldali kerületvezetés ideje alatt ezzel nem volt ekkora probléma, és nem így kezelték. És az nagyon furcsa, hogy most, amikor azt gondolnánk, hogy egy esetleg ehhez az eszméhez közelebb álló kerületvezetés van hatalmon, ők tulajdonképpen a saját szavazótáboruk ellen cselekednek ezekkel az intézkedésekkel. Tényleg van egy ilyen para része, amikor így ilyen bezárások vannak, meg akkor már éjszaka, tehát nem csak az éjfél, hanem akkor már meggondolja az ember, hogy 11-kor egyáltalán ide jöjjön-e. Vagy egy kicsit ilyen az egész gondolkodásnak, meg munkakörnyezetnek, meg véletlennek, meg az életnek a jó részének is ilyen beomlasztása. Kicsit ezt érzem, hogy ne történjen annyi véletlen, sokkal több ilyen rendszerezett, szabályos dolog történjen. Nekem az az íráshoz kell, de kell az a része, ami itt van. Olyan ez, mintha fognák a gyereket a fürdővízzel, és kiöntenék a gyereket, és marad a fürdővíz. Tehát így. Mert hogy attól, hogy ez az egy darab hely, bezár éjfélkor, és a másik 32 hely, ami ugyanúgy termeli a zajt és az összes zavaró tényezőt, azok pedig nyitva maradhatnak, ettől megoldódni semmi nem oldódik meg, hanem csak az, hogy a kisüzem közönsége is át kell, hogy menjen azokra a többi helyekre, és ott zajonganak tovább. Tehát ki jár ez jól? Nincs túl sok feljelentője a kisüzemben. Úgy fogalmazhatnék, hogy egészen kevés van. 0 és 5 közötti számot tekintve. Hát a nullához közelebb. A nullához van közelebb, mondjuk azt, hogy 1.
Közvetítőn keresztül elértük azt az egyetlen feljelentőt, akiről szó van, és aki nem tagadta azt, hogy egymagaként harcol a kisüzemmel szemben. Tudja azt is, hogy kettő házra lakom innen, ennek figyelembe vételével az üzenet. Tisztelt Hont úr, értékeljük, hogy 6 év után érdeklődik a helyben élőktől, hogy mennyire zavaró éjszaka a kisüzem. Ismerve az üggyel kapcsolatos elfogultságát, véleményét a környék lakóiról, kételkedünk abban, hogy valódi párbeszédre, a lakói vélemények objektív közlésére lehetőség lenne. Nem célunk a 15 perc hírnév, de köszönjük a megkeresést. Most azok az emberek, akik meglehetősen fel vannak háborodva egy-egy szórakozó hely miatt, valószínűleg igen érzékenyen és idegesen reagáltak volna, amikor Krúdi Gyula indult el az éjszakában, mondjuk a mostani Csányi utca, Király utca sarkáról, ahol az apósa lakott, valamelyik útjára, vagy Adi ugyanitt, vagy abban a lebúj világban, amit szintén a Király utcáról ír Mikszát, vagy amikor Seres Rezső végigénekelte egy éjszaka az összes dalát, majd kivetette magát az ablakon, és így tovább. Ez azt hiszem, hogy kicsikét nagyobb ellenérzéseket váltott volna ki, mint a kisüzem. Ebben a életmód kérdésben a 7. kerületi önkormányzatnak valamilyen oldalra állnia kellett volna, és nem középre helyezkedni, mert úgysem lehet kielégíteni a kettőt. Én azt gondolom, hogy a segítség az az, hogyha az érdekkonfliktusokat felszínre hozzuk, és azt mondjuk, hogy nem baj, természetesen mindent értünk, nekünk ez a véleményünk, így akarunk élni, ennek megvan a társadalmi haszna, mert nekünk is el kell férni, aki pedig a KDNP-re akar szavazni, szavazzon a KDNP-re. Egyébként ez egy tévedés, én a múltkor abszolút voltam egy olyan társasházi közgyűlésen, a körzetemhez tartozó társasház közgyűlésen, ahol a KDNP elnökének fia lakik, és nagyon hevesen kikelt a vendéglátóhelyek védelmében. Szeretném akkor itt ezen a ponton nyugtatni, a mi életünk volt tévedés, holnap az átlátszó szerkesztőségének vehemesebb figurái belépnek a KDNP-be, innen üdvözöljük Semmér Zsoltot, szeretnénk bocsánatot kérni, KDNP a mi pártunk. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár.